Sziasztok! A mai videó egy visszasuliba back to school outfites inspirációs videó lesz, és szándékosan nem hol formájában szerettem volna elkészíteni, illetve felvenni ezt a videót nektek, mert úgy gondolom, hogy érdemes megtanulnunk azt, hogyan is gondoljuk újra az átmeneti időszakot a már meglévő ruhatárunk darabjaival. És most összeválogattam nektek ide magam mögé néhány alapdarabot, amit én biztos, hogy viselnék akkor, hogyha most mennék vissza a gimibe, vagy hogyha még egyetemre, fősulira járnék, szóval igaz, hogy már nem ebben a tanulási fázisban tart az életem, de dolgozó nőként is szerintem nagyon fontos, hogy évszakváltásoknál főleg egy kicsit megálljunk és egy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy mit szeretnénk esetleg változtatni a stílusunkon, mik azok az új dolgok, amiket esetleg ki szeretnénk próbálni, és megpróbáljuk kihozni a maximumot a már meglévő ruhatárunkból, mert mindig lehet belőle szerintem ihletet meríteni, és újabb és újabb összeállításokat kihozni belőle, és így sokkal inkább pénztárcabarátabb lehet egy-egy ilyen évszakváltás, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit válogattam ide össze. Végig megyek a darabokon, illetve ruhadarabokon, amiket ide felakasztottam, és megmutatom, bevágok egy-egy képet, illetve vágóképet arról, hogy mivel párosítottam össze az adott ruhát. Az első dolog, amit ide készítettem, az egy magas derekú farmer szoknya, ez körülbelül comb középig ér. Egyébként mindent, amit itt láttok, valószínűleg valahol láttatok már rajtam, vagy vlogban, vagy utazós vlogban, vagy Instagramon, szóval lehet, hogy már találkozhattatok vele. Ezt a szoknyát nagyon szeretem, mert ha akarja az ember kicsit csinosabban, tud hozzá kiegészítőt választani, de én leginkább hétköznapokon kényelmes viseletként használom, és ezt egy ilyen mustársárga szuper pamut pólóval, rövidújú pólóval párosítottam. Azt hiszem, ez még tavalyi szoknya, igen, ezt tavaly vettem, Shein-es szerzemény, de ahhoz képest nagyon jó a minősége, nagyon jól viseli a mosást is, annyira kell figyelni, hogyha tényleg Shein-ről rendeltek, akkor érdemes egy vagy két mérettel is akár nagyobbat rendelni, mert ez L-es, és általában én M-es vagyok alul, de még ez is néha egy picit szűknek érződik rajtam, de ettől függetlenül még ezzel együtt is nagyon imádom hordani, mert iszonyatosan jó fazon, és ez a magas derekú fazon azért is jó, mert akár crop toppal is lehet párosítani, és nagyon szeretem azt, hogy a kicsit testhez álló darabokat ősz elején már lehet bő kardigánokkal, ilyen puha, belebújós pulcsikkal variálni, és egy kicsit kontrasztosabbá teszi a szettet. Úgyhogy ezt mindenképpen meg szerettem volna mutatni, mert mind rövidújjúval, mind újatlannal, kardigánnal szerintem nagyon-nagyon jó tud lenni. A következő dolog az egy teljesen egyszerű farmer, mindenkinek meg kell találnia a ruhatárában azt a farmert, ami tökéletesen passzol mindenhol. Számomra a szűkszárú, viszonylag szűkszárú és kicsit magasított derekú farmerok ilyen közepesen sötét színben azok, amikben a legeslegjobban érzem magam, és szinte minden nap tudnám viselni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kísérletezek egy kicsit a farmerokkal is, ugyanis ezt lehet, hogy még nem láttátok. Vásároltam a H&M-ben egy ilyen nagyon-nagyon bőszárú farmert, aminek szintén iszonyatos magas dereka van, és elég nagy zsebben rendelkezik hátul, de nagyon tetszik, főleg azért, mert egy kicsit ilyen retro érzetem van tőle. Ahhoz képest, hogy nem vagyok egy magas lány, szerintem nagyon jól áll és tök jól kiemeli az alakomat ez a nadrágfazon, és mivel elég vastag ennek a farmernak az anyaga, tökéletes a hűvösebb napokra és az átmeneti időszakra, és megmondom őszintén, eléggé nagy szabadság az, hogy felmerek venni egy olyan fazont, ami régen meg se fordult volna a fejemben, mert meg voltam róla győződve, hogy ez nekem biztos, hogy nem áll jól. Szóval úgy gondolom, hogy mindent meg kell próbálni, és ki kell próbálni, és ehhez a színhez, ehhez a fajta farmer színhez abszolút a fehér, vagy egy csíkos az, ami nekem eszembe jut, de talán a fehér még inkább, most egyébként ezt egy csíkos felsővel párosítottam, amit kicsit betűrtem, hogy tudjon érvényesülni a magasított derék, és nagyon elégedett vagyok ezzel a szettel is. A következő nadrág egy fehér nadrág, ami tudom, hogy nagyon kényes, egyébként nem túl hétköznapbarát, az biztos, de mégis annyira csinosan és szépen tud állni,
rajtunk szerintem, hogy érdemes bevenni az alapdarabok közé ezt a fehéret. Ez is tavalyi szerzemény, elég sokat hordom, tele van szuflészőrrel, tehát egy ilyen kis tapadós rollnival érdemes rajta végig menni. Nagyon vicces egyébként, és egy kicsit magasabb ennek is a dereka, tehát itt a mintát észre lehet venni, hogy én nagyon szeretem a magasított derekú nadrágokat. Ezt is feltétlenül valami csinosabb felsővel állítanám össze, párosítanám, és most ehhez megmutatom, mert ezt a gyönyörű ilyen májva színű, kicsit halvány rózsaszínes cropped topot választottam hozzá. Ezt fel lehet még dobni, hogyha hűvösebb van, egy jó kis kardigánnal. Ehhez fel lehet venni akár egy szép, kicsit elegánsabb, tiszta fehér sportcipőt, vagy egy magas sarkút is akár, egy szebb babacipőt, szóval nagyon-nagyon sok mindent ki lehet ebből is hozni. A következő dolog egy iszonyatosan kényelmes nadrág. Ez egy kicsit ilyen vásznas, lenvásznas naci, szintén H&M-es, és ebben utaztam nyaralni, és egy több órás repülőutat ebben ültem végig, nagyon-nagyon kényelmes volt. Ez is eléggé magas derekú, és kicsit budgyos, ami nekem nagyon tetszik. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen laza nadrágokat, és úgy gondolom, hogy egy ilyen bőrhatású, pántos szandállal nagyon jól néz ki, sportcipővel is nagyon jól néz ki. Tényleg azokon a napokon, amikor kevesebb időnk van arra, hogy pepecseljünk a külsőnket, akkor ez csak tényleg az ember magára húzza, felvesz hozzá egy jó kis fehér pólót, vagy egy szürke pulcsit, ahogy most én is tettem, és már kész is, és nagyon, nekem nagyon tetszenek ezek a visszafogott alapszínek, mint például ez a keki is, pontosabban olivazöld, kötőjel keki, és a szürke és a világos szürke is nagyon jó hozzá, szerintem nagyon jó hozzá a homokszín, nagyon jó hozzá a fehér természetesen, úgyhogy ez is egy szuper alapdarab, nem lehet túl sokáig hordani, mivel ugye ez elég hűvös, tehát egy vékony anyag, de azt gondolom, hogy amíg ilyen reggel hűvös, napközben meleg van, addig szuper. A következő dolog szintén egy nagyon alapfelső, ami egy spagetti pántos, vékony anyagú kis top, és ezt mindenképpen valami alá gondoltam az ilyen átmeneti őszi időszakban, mert ugye ilyenkor már előjön a réteges öltözködés, és nagyon fontos, hogy fel legyünk arra is készülve, hogy jöhet egy kis eső, jöhet egy kis szél, és reggel bizony, mikor az ember megindul a napnak, még sokkal-sokkal hűvösebb van, mint napközben, amikor kisüt a nap, felmelegszik az idő, úgyhogy eléggé kontrasztos az időjárás szerintem. Akár farmerhoz mondjuk ez tökéletes, és ezt páros valamivel, ami melegít egy kicsit. Úgyhogy én ehhez mindenképpen valami plaid shirt-szerű stílust képzelnék el, valami piros vagy fekete kockás inget, vagy én most egy fekete, fehér és szürke kockás inggel és farmerral párosítottam, szóval ez is szerintem abszolút egy ilyen sulis szetnek tökéletes, ez a farmer ing és alatta valami vékonyabb anyagú póló. Nagyon-nagyon szeretem azokat a szetteket, amikben a kockás ing van összepárosítva farmerral, tornacipővel és egy kis bénivel, valami kis sapival, azokért oda vagyok. Úgyhogy ez ihlette ezt az inges farmeros szettet is ezzel a nagyon szuper kis alapdarabbal. Van itt egy ilyen igazi virágos lenge nyári ruha, és azt gondolná az ember, hogy augusztus végével akkor ezt el lehet tenni a nyári ruhás dobozba, és el lehet felejteni a következő nyári szezonig, de aztán úgy voltam vele, hogy ennek például olyan gyönyörű színe van, szóval olyan őszies színekbe nyúló virágminta van rajta, hogy ezt kell lenne még eltenni, és mivel nagy divat az, hogy spagetti pántos ruhák alá pólót húzunk, ezért úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes ruhadarab ahhoz, hogy egy ilyen stílust kipróbáljak, és fel is próbáltam egy sima fehér pólóval, és iszonyatosan tetszett. Megmondom őszintén, meglepően jól nézett ki, holott, amikor először láttam egy ilyen ruhaösszeállítást, akkor annyira nem voltam odaérte, de aztán egyre jobban kezdett tetszeni. Ebben egyébként az is lehet, hogy benne van, hogy amikor az ember egyre többet lát valamit az interneten, vagy akárhol, akkor egy idő után még olyan dolgok is elkezdenek tetszeni, ami ellen az elején abszolút lázadsz, vagy ami az elején annyira nem jött be, és ez
pontosan ennek a tipikus esete, és egy sima fehér pólóval szerintem annyira jó, és ehhez is lehet még szandált húzni egy melegebb napon, lehet hozzá fehér sportcipőt is, vagy sötétebb sportcipőt is húzni, szóval ez tényleg egy nagyon laza, kényelmes, de mégis lányos, csajos és kicsit romantikus összeállítás tud lenni. Ha pedig nagyon hideg van, akkor még el tudnék hozzá képzelni egy farmer jacket, és most vannak ezek a hosszított fazonó és bőfazonó farmer jackik, és ilyenem sajnos nincs, és gondolkodom azon, hogy be kéne szerezni egyet, mert iszonyatosan tetszik, hogy így az ember egy kicsit elveszik benne. Én amúgy is nagyon szeretem a bőruhákat, de ehhez a pólós, spagetti pántos ruhás szethez nagyon-nagyon el tudnám még képzelni. Úgyhogy igen. Azért is nagyon jó egyébként a nyári ruhákban meglátni az új életet meg a fantáziát, mert tényleg ilyenkor jön rá az ember, hogy hiszen van nekem ilyenem, nem kell ahhoz a boltba szaladni, hogy elő tudjak teremteni egy bizonyos outfitet, vagy fel tudjak venni egy bizonyos outfitet, mert sokszor már vannak a tulajdonunkban olyan ruhák, amiket lehet használni bizonyos szettekhez. Nem maradhat ki a sorból két alap fehér felső, az egyik egy ilyen cropped, tehát ilyen rövidellású fehér felső, a másik pedig egy teljesen klasszikus fehér rövidújú, és abszolút basic, tehát amint mondtam, a farmerokhoz is tökéletes, ehhez a keki nadrághoz is tökéletes, és elsősorban egyébként a ruha alá, tehát a virágos ruha alá választottam ezt, és tökéletesen működik. A rövidújút pedig szintén ilyen alsó ruházatként hordanám, akár overallokhoz, ami nem lenge ruha, hanem testhez álló ruha, és átlátszódna a pólónak a vonala, akkor érdemesebb szerintem valami rövidellású és minél rövidebb állású toppot választani alá. Itt van egy overall, ami szintén hát már több mint két éves, és indokolatlanul keveset hordtam, és ezt így meglettem a szekrényen, és mondom, ezzel valamit kezdenem kell, mert baromira tetszik, és nem is értem, hogy miért nem viseltem ennél többet. Ez egy nagyon-nagyon praktikus, gyűrődésmentes anyagból készült overall, szintén bő, tehát a lába eléggé bőre van szabva, és emiatt nagyon kényelmes. Ez is egy olyan darab, amit nyugodtan lehet nappali, hétköznapi viseletként hordani, de fel lehet dobni egy csodálatos magas sarkúval, egy szép kis táskával, egy esti sminkkel, és már is mehet az ember valami fancy partival. Ennek egyébként az a sztoria, hogy a lánybúcsóm előestén elmentünk a lányokkal egyet Budapesten be a városba, és akkor majdnem felvettem. Arra az alkalomra vettem, de nem vettem fel, és azóta már azért volt rajtam, de keveset, pedig sokkal több figyelmet érdemelne. Van itt három pár cipő, amit meg szerettem volna nektek mutatni. Az egyik egy ilyen fehér színű, magasított alpú sportcipő, másik pedig fekete, és ilyen mintás, feliratos cipőfűzővel van ellátva. Egyrészt nagyon-nagyon jól lehet variálni, nagyon kényelmesek, és én nagyon szeretem ezt a stílust, úgyhogy én ezeket párosítom hozzá, és a nyári szandálomat olyan időben, amikor még annak relevanciája van. Ha már ott tartunk, hogy vissza a suliba, akkor nem mehetek el szó nélkül a hátizsákok mellett. Én nagyon szeretem a Fjallraven táskámat, én az egyetemet ezzel csináltam végig, tényleg. Hát ez is 2014 óta megvan, már 2014 eleje óta, és iszonyatosan jól bírja a gyűrődést, minden utazásra viszem magammal, de tudom, hogy mondjuk gimiben valószínűleg ez nem lenne elégséges méretű. Van itt nekem egy másik hátizsákom, ami most tele is van pakolva, picit nehéz. Ez a Reigns nevezetű márka, ami teljesen bőrmentes, alternatív anyagból készít hátizsákokat, és fantasztikus, modern, letisztult vonalvezetés és formatervezés jellemzi őket, vízálló, és nagyon-nagyon jó minőségű, és többféle méretből lehet választani. Ez például egy jó nagy méretű hátizsák, úgyhogy erről például el tudom képzelni, hogy beleférhet egy napi iskolai cucc is. Nos, én ezeket szerettem volna nektek megmutatni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és tudtatok belőle egy kis inspirációt meríteni.
Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik összeállítás volt a kedvencetek, vagy hogy ti hogy készültök a ruhatár frissítésre így suli előtt, vagy egyáltalán foglalkoztok-e ezzel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy álltok ehhez a dologhoz. Ha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és adjatok egy esélyt a ruhatáratoknak, mielőtt még a boltba mennétek. Sziasztok!